Az Atya, a Fi, s Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves bogdániak, kisoroszak, kedves nézőink, testvéreim, mai szemmisénket hálából 60 év kegyelmeiért ajánljuk fel, és Németországban elhunyt Bonifer Teréz lelki üdvéért. Most pedig szemmisén kezdetén nézzünk önmagunkba ismét, vizsgáljunk meg lelkiismeretünket, bánjunk meg bűneinket, hogy aztán méltóképpen ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Úrunk, Istenünk, könyörülj rajtunk. Úrunk, mutasd meg a te irgalmasságodat. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz. Krisztus, kegyelmezz. Uram, irgalmazz. Könyörögjünk. Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népennek, hogy erősíted teljes reménységgel, s kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó Pizidiai Antiókiából és Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Az egyes egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek. Pizidián keresztül haladva Pamfíliába jutottak. Miután pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába. Innét azután visszahajóztak a szíriai Antiókiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! A Zsoltár válasza, a te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak, országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindenek hirdessék. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, királyságod fölséges dicsőségét. A te országod örökkévaló ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. A te barátaid, Uram, ismertessék meg országod dicsőségét. Alleluja, alleluja! Krisztusnak szenvednie kellett, és feltámadnia a halálból, hogy bemehessen dicső országába. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek,
Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amit az Atya meghajtta nekem. Ezek az evangélium igéi. Kedves híveim, kedves testvéreim, nézőink! Mai olvasmány, evangélium is megint csak két fontos erényre figyelmeztet bennünket, és hagyja át a lelkünket, a szívünket és az életünket. A két erény és a két szó, a béke és a szeretet. Mennyire állítozzuk ezt a két fogalmat? Mennyire éhezzük? Mennyire ott kéne lenni az emberi kapcsolatainkban, vagy az Istennel való kapcsolatainkban? És sokszor ki kell mondanunk, hogy nincs. Vajon miért? Megint csak ki a hibás? Hogy nem éljük, hogy nem tapasztaljuk, hogy nem érzékeljük, hogy tényleg béke van körülöttünk és bennem, hogy én ugyanúgy a szeretetet hirdetem, ahogyan a szeretetet követem, ahogy tudom életemben. János evangélista azt mondja, Isten maga a szeretet. Én is érzem, én is tapasztalom nap mint nap, most itt a karanténban, a járványveszély idején is, talán önmagam által, a magányomban, az egyedül létemben, mit is csináljak? Unatkozom? Tétova vagyok? Félek? Hogyan tovább? De attól még a béke és a szeretet ott van, az nem halt meg, az nem szunnyadt el, és az mindig ott van örökké, ugyanúgy, mint Jézus Krisztus. Általunk, bennünk és értünk. Mit is hallottunk a mai Szentleckében? Amikor bátorítják Szent Pálék a többi tanítványt, a többi keresztény embert, azt mondották, tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Most is a szenvedések, a nélkülözések közepette is kitartunk a hitünkben, Isten mellett. Átérezzél a sok viszontagságot, a sok problémát és bajt, de ezek mellett és fölött átérzem, hogy továbbra is velem van az Isten. Szeretett és béke. Hossá továbbra is az életünket, hogy tudatában legyünk annak, mit jelent ez a két szó, nem csak a szavak és a mondottak mezején, hanem a tetteink által is. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal. Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött viat halálában és feltámadásában, tekints ránk kegyelmesen és engedd, második eljöveteline dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkegyűségedből kaptuk a kenyeret.
Felajánlj nekünk a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkedőségedből kaptuk a bort. Felajánlj nekünk a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veled. Emeljük fel szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn árzata lett értünk, Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra élet, s életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm, ezért kiárad az egész földre, nagyvilág örvendezze újjunk, mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszál zengik, és vég nélkül mondják, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott, aki jő az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk van mindig, de kiváltként most időn szent fiat, Jézus szeretetének, aztán ne gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedetek kenyére és borra, hogy Jézus Krisztus jelenjen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványnak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borra a telt kelyhet, ismét hálát tudott, odaadta tanítványnak, és így szólt. Vegyétek, és igyetek ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az én is örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepidélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiat átvent az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, s ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat, hozzá mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét, hogy általam megújuljon hazámban egyházad. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között,
papjait és Péter püspökünk és Ferenc pápánk között. Add, hogy egyházad ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, aki Krisztus békében hunytak el, légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted, támaszd el őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj el minket is országodba, ahol az élet teljessége és az öröd dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsítsünk és áldjunk. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet, dicsőség, mindörökkön, örökké. Béke, szeretet, jóság, odaadás, hit, követés. Ha mindezt átérezzük és átéljük, bizalommal most közösen, így is imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadítsen, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyesen békét napjainkban, hogy irgalmadom mindenkor, bűn és baj nélkül éljünk, hogy minkeddel várjuk az erőbb boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást fejbiccentéssel, a béke jelével. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ha továbbra is ott legyen a béke, a szeretet Isten felé, mások felé és önmagunk felé, közösen együtt lelki áldozásként most így imádkozzunk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a leméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Varga Margit, a lelki béke. A lelki béke szilárd nyugalom, de nem kérést elutasító unalom. Fegyelem, mely enged s elfogad, sosem fél, nem remél, csak add. A lelki béke tevékeny erő, nem eltipró, hanem felemelő. Táplál, éltet, legyőzi a szenvedést, maga alá gyűri a szenvedélyt. A lelki béke féltő hatalom, nem másokat lebíró akarom. Szelíd, finom, védtelenül kegyes, meghajolva előtte, legyőzheted. A lelki béke feltörő tudás, befogadás, semmit nem tagadás. Mélység és magasság között feszül, általa minden összhangba kerül. A lelki béke értő szeretet, hatása békíti ki az ellentéteket. Pont, mely körül belső világot forog, melyet elérve önvalót láthatod. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örökére te szóló szentségeiddel megújítottál, azokat jutasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására Krisztus a mi Urunk által. Kedves nézőink, testvéreim, a hirdetéseim következnek. Megint csak pénteken este 6 órakor ismét a Bogdányi templomban jelentkezünk, és a sivatagban egy kis oázis, egy kis öröm, egy kis reményt adó sugallat, hogy szombaton, most szombaton, délután 3 és 4 óra között, ugyanúgy, mint nagy szombaton tettük, hiszen ugye tudjuk, hogy a templom búcsúnapján vagyunk akkor, aki tud, jöhet ide a templomba szent áldozáshoz járulva, a szabályok megtartásával, távolságtartás, kérnénk a szájmaszk használatát, és ha egy mód van rá, beteg, illetve 65 év feletti testvéreinket kérnénk, hogy maradjanak még otthon. Most pedig fogadjuk akkor az Úr áldását, az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja, alleluja.